Képviselő úr, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Mindenkinek én is boldog bőnapot kívánok minden hölgynek, a jelen lévőknek és a jelen nem lévőknek is egyaránt. És hát valóban politikatörténeti kuriózumra akadtunk itt ma délelőtt a Magyar Országgyűlés plenáris üléstermében. Ugyanis, ahogy szoktam mondani, jegybank elnök úr teljes körű, vagy majdnem teljes körű feltáró jellegű beismerő vallomást tett. Mondjuk éppen magára terhelőt annyira nem, az önkritikát én is hiányoltam, úgy tűnik, hogy ő is, mint a forró krumplit, dobja el magától a felelősséget, és úgy látszik, hogy ő a miniszterelnök egyik áldozatának akarja, vagy áldozataként akarja bemutatni saját magát, minden esetre dicséretes és előremutató, hogy az elmúlt 13 év átlagához képest szokatlan őszinteséggel, történelmi csúcsot döntő őszinteséggel tárta fel itt a második nagy klasszikus idézek a valóság több apró részletét is. És szeretnék rácáfolni néhány sokat emlegetett kormánypárti hazugságra, amelyet egyébként Nacsa képviselő úr emleget oly nagy hévvel, de attól, hogy sokáig mantrázza, még nem lesz igaz, amiket mond. Itt az inflációra, illetőleg a háború, a szankciók és az infláció összefüggésére térnék ki. Azért, mert annyira csípje a szemem, és annyira elviselhetetlen ez a rengeteg hazugság, mert amilyen szinten hülyének nézik a magyar embereket, hogy az tényleg tűrhetetlen. Mifelénk Csenger Máté szaka környékén jár egy régi mondás, hogy miszerint ameddig erdő van, addig madár is lesz, de ennyire madárnak, ennyire hülyének ne nézzenek minket, na csak képviselő úr, mert ez tényleg vérlázító. Tehát az, hogy ön emlegeti, hogy a háború plusz szankció egyenlő inflációval, ez így nem igaz. Ez így ebben a formában nem igaz. Ugyanis pont ön mondta 3 perccel korábban, amikor igazat mondott, tehát egy kicsit nem figyelt oda, rögtön igazat mondott, hogy 2021 őszén több árstoppot bevezettek. 2022. február 24-én tört ki a háború. Mondjuk tegnap még ezt is tagadták itt az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos vita kapcsán. Kétségbe vonták, hogy mikor vezették be először is ugye az üzemanyag árstoppot, valamikor 2021. október a november környékén. Több élelmiszer árstopp, most mondta, 2021 őszén bevezetése került. Tehát semmiféle összefüggés nincs az infláció kirobbanása, az infláció elszállása, elrepülése és a háború kitörése között. Előbb volt az infláció emelkedése, szinte hiperinflációs mértékű végeredés, és jóval utána tört ki a háború. A másik a szankciók összefüggései. Hát egyrészt most már egyre kevésbé tagadják, azért a legtöbb szankciót talán Orbán Viktor miniszterelnök is megszavazta. Ugyanakkor a másik kijelentésük meg az, hogy a kőolajra és a földgázra vonatkozó szankciók alól Magyarország mentességet kapott. A szállításra, igen, mentességet kapott. Hát, meg olyanokat is mondtak, hogy ötödáron vettünk az oroszoktól földgázt. Ezt tavaly februárban, 2 héttel a háború kirobbanás előtt, maga a miniszterelnök úr mondta. 2022. februárján azt mondta Orbán Viktor, ötödáron kötöttünk hosszú távú szerződést az oroszokkal a földgázra. Akkor mondják meg nekem, hogy az 1729 köbméter per év úgynevezett önök által vastagon alulszámolt átlagfogyasztás fölött miért fizetünk 747 forintot egy köbméter gázért? Akkor ki hazudott, mikor hazudott, mennyi vettek az oroszoktól gázt? Miért nem hozzák nyilvánosságra az adatokat és az ezzel kapcsolatos szerződéseket? Hát itt nagyon, nagyon sok önellentmondásba keverednek, és ne tudják már le megint azzal, mert ez a leggusztustalanabb ebben az egész működésben, tisztelt Nagy képviselő, hogy önök csak a sikerekért felelősek. Még egyre kevesebb ilyen van. Az igaz, sajnos. De önök csak a sikerekért felelősek. Bocsánat, amikor... képviselő úr, arra kérem, ne vigyel személyes. De ne, nem személyeskedek, nekem semmi bajom van csak képviselő úrral, csak olyan irritatív módon tudja ezt a háború plusz szankció egyenlő infláció, ez borzasztó ez az összetétel ebben a formában, és nem igaz. Jó, rendben, nem személyeskedek, elnök úr, így nem célom. Csak nagyon érdekes ellentmondást teszül akkor az önök által ismertetetek között, meg amit itt elmondott ma. Nem velem vitatkoznak, Matolcsi György jegybank elnök úrral vitatkoznak, és látom, hogy le is fagytak itt a jegybank elnöki beszámoló közepette, beakadt a gépezet, mert ugye most az igazság tényleg szembe jön. Tehát jóval előbb szabadult el az infláció, egyébként a Covid-válság helytelen kezelése, és akkor 2021-es évre lassan rákanyarodunk, hogy a Covid-válság helytelen kezelése is vezetett ide. Most nem is akarom idehozni azt az oltáspolitikai őrületet, amit a Covid nevű világprojekt kapcsán,
világprojekt kapcsán önök is átvettek, és hogy ennek egyébként milyen belső igazságtalanságai voltak munkáltatók, munkavállalók, magyar vállalkozók viszonylatában, meg milyen kockázatok tették ki a magyar embereket akkor, amikor például az oltásokra azt mondták, hogy a vírus tovább adásának, tovább terjedésének megakadályozásában segít, majd a Pfizer vezérigazgatója bevallotta tavaly ősszel, hogy nem is tesztelték soha ilyenre az oltásokat, önök pedig állították, hogy az úgy jó, hogy önök mondják meg, ahogy nemzetközileg önöknek diktálták, de gazdaságilag is rosszul kezelték. Gazdaságilag is rosszul kezelték, legalább ismerjék be. Ez emelné az ön nagyságukat, ha ilyenről egyáltalán lehet beszélni. Ez szimpatikussá tenni önöket az emberek szemében. Ha azt tudnák egyszer az elmúlt 13 évben végre mondani, hogy valamit elrottontunk, valamit elhibáztunk, tévedtünk, rosszul gondoltok, rosszul ítéltük meg. Matolcsy György ezt az őszintességet, persze majd az lehet, hogy hamarosan kiderül, hogy miért kapta őt el, vagy kerítette hatalmába ez az őszintességi roham már tavaly decemberben, és most idén március elején. Persze a felelősség alól még ettől félre ő sem mentesült teljes mértékben, de dicséretes, amit őt most a második alkalommal meglépett. 2021-ben épp ezért szabadult el az infláció, semmi köze nem volt ilyen formán, még akkor nem is lehetett fogalmilag sem a háborúhoz. De hogy ne csak a múlton rágódjunk meg a 2021-es beszámolón, nagyon sok mindent szeretnék arról hallani, akár a alelnök úrtól válaszként, hogy mi várható reálisan nézve 2023-ban, és esetleg 2024-ben mi várható az energiaárak kapcsán. Na most itt mi csatározhatunk politikailag, vívhatunk kommunikációs háborút, vagy összetűzhetünk, de mégiscsak az lenne fontos, hogy valami irányt mutassunk itt a Magyar Országgyűlésben, meg valami reményt adjunk az embereknek, hogy milyen élelmiszerárakkal, milyen villanyárakkal és milyen gázárakkal lehet számolni. Na, attól, hogy még a Ukrajna területén Oroszország és az Egyesült Államok háborút vív az új világrend kialakítása érdekében, attól még enni csak kellene, világítani csak kellene, meg fűteni is kellene valamivel valahogy megfizethető áron. És az is döbbenetes, mondom ezt alelnök úrnak, és mondom valamennyi kormánypárti képviselőnek, hogy ne csak nagy a képviselő PC-zenk, mert tényleg semmi bajom amúgy vele, tehát kicsit alelnök úr is, vagy elnök úr is talán amúgy túlreagálta. Valamennyi kormánypárti képviselőtől kérdezem, hogy mi ezzel kapcsolatban a tervük, mi ezzel kapcsolatban az elgondolásuk, ugyanis ahogy az előbb elmondottak alapján nem lehet érteni, hogy lehet 747 forint egy köbméter gáza, alulszámolt, a mesterségesen alulszámolt átlagfogyasztás alatt, mert a valós átlagfogyasztás nem 1729 köbméter per év, ezt önök is tudják, attól azért lényegesen magasabb. Ugyanígy nem 2523 kWh az átlag magyar háztartás áramfogyasztása, ez is jóval magasabb. Csak idáig tudják, maximum idáig tudják támogatni, idáig tudják tartani a 36 forintos, vagy a 36 forint per kilowatt áramárat, illetőleg a 102 forintos köbméterenkénti gázárat, tovább már nem feszíthető a költségvetés, mert az végleg egyébként beborulna, hogy kerül aztán 70 forintba, meg a vállalkozásoknak 350 forintba egy kilowatt áram, amikor Paks 10 vagy 12 forintért termeli meg, és állítólag Paks képes az ország szükségleteinek közel felét kielégíteni. Akkor hogy fizetünk mi ennyit 1 kilowatt órányi áramért, és hogy fizetünk ennyit 1 köbméter gázért? Vagy amivel tegnap itt befejeztem az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos vitát, hogy önöknek itt volt 13 esztendeje, gyakorlatilag telj hatalom birtokában. És a MOL tavaly kezdi el a Magyarország területén azokat a fúrásokat, amelyek jelentősen növelnék a gázból az önellátásunkat. 10-11 milliárd köbméternyi gázt használ Magyarország egy évben. Gyakorlatilag maximum 2 milliárd köbméteri, tehát talán 20%-os mértékig vagyunk önellátóak. És akkor kiderül, hogy ahova a MOL fúr, Vecséstől Vajáig, ott azért találunk több vagy kevesebb, de inkább több, mint kevesebb földgázt. Vagy ott van az az eltitkolt információ, senki nem cáfolta még eddig, az az eltitkolt információ, az egész országot madárnak nézik, 33 éve már. 600 milliárd köbméter gáz van a makójárokban. 600 milliárd köbméter, 60 évig biztosítaná az ország önellátását. És önök kétharmados hatalom birtokában, semmit nem tudom, megkérdezem inkább, hogy ne vádaskodjak. Mit tettek azért, hogy az amerikai kanadai koncerntől visszavegyék ezt a koncesziót? Mert ha valamiért, akkor ezért érdemes lenne szabadságharcot vívni.
Mert hiába erőlköd, hiába elmondhatjuk százszor, jól egyet fogunk benne érteni, hogy milyen jó lenne zöld energiára átállni, meg a megújuló energiaforrások mennyire fontosak, mennyire környezetkímélőek. Persze, de az átlag magyar ember jó részének nem lesz pénze több millió forintért megfelelő kapacitású háztartási napelem rendszert kialakítani. Nincs annyi pénz az embereknél. 340-350 ezer, nettóban 340 ezer forint körül van a nemzetgazdasági bruttó, nemzetgazdasági nettó átlagkereset. Én már próbálom nettóra átszámolni. Az ország északi és keleti megyeiben megközelítőleg sem keresnek ennyit az emberek. A pénzük jó részét megeszi az élelmiszerinfláció. A reálértéke egyre jobban csökken a fizetésüknek. Semmi esélyük nincs arra, hogy korszerű technikával szereljék fel a családi házaikat. Egy átlag északi, észak- és kelet-Magyarországon, akár a Dél-Dunántól élő emberek, meg a magyar dolgozók többségének elérhetetlen álom marad. Egy déli báb kergetés, hogy hőszivattyúval fűtsenek, napelemeket telepítsenek, háztartási szélőrőműveik legyenek. Nincs erre pénzük. Az a realitás, hogy a magyar lakosság döntő többsége sajnos az önök elhibázott gazdaságpolitikájának is köszönhetően soha nem fogja tudni korszerűsíteni az ingatlanát, mint ahogy kellene. És nem csak az élelmiszer, hanem az energiaellátás is kulcskérdés lesz, különösen a következő években. Tehát nekik akkor tudnánk a legtöbbet segíteni, ha a gáz árát tartósan csökkentenénk, például a hazai önellátás növelésével, hiszen alapvetően e tekintetben is csak magunkra számíthatunk, és egyébként pedig bármilyen módon a gáz és a villanyára márának csökkentésével. Mire számíthatunk ettől a jegybanktól, e tekintetben a jegybanktól, és ebben a kérdésben, az élelmiszer és az energiainfláció kérdésében mi az elvi ellentétnek a pontos megfogalmazása, mert lehet azt mondani, hogy jegybank és kormány között elvi ellentét van, hogy a Matolcsy György e tekintetben is beismerő vallomást tett, de akkor fordítsuk ezt le. Matolcsy György és Orbán Viktor között van elvi ellentét. Mert ahogy az uralkodó széljárás a kormányzatban a miniszterelnök úr, úgy gyakorlatilag a jegybank meg egyenlő Matolcsy György jegybank elnök úrral. Tehát itt igazából két férfi ember között van komoly elvi ellentét, Orbán Viktor és Matolcsy György között. Ez a pontos lefordítása, magyarra fordítása, vagy politikai lefordítása annak, amit a jegybank elnök úr elmondott. Én Bánki Erik bizottság elnök úr helyében egyáltalán nem aggódik a bankokért. Köszönjük szépen, jól vannak. Körülbelül a bankokkal kapcsolatban Magyarországon is az a helyzet, amit én Gary Linekertől szoktam idézni, hiszen a futball az egy olyan játék, ahol 22-en kergetik a labdát, és a végén mindig a németek nyernek. Ez egy darabig igaz volt most rá, azért vannak trendfordulók. De ugyanígy igaz, hogy Magyarországon, miért mondtam ezt? Azért mondtam ezt, mielőtt még Lacsák képviselő feleslegesen fölháborodna. Azért mondtam ezt, mert Magyarországon a bankok mindig csak jól járhatnak. Jól járnak a devizalapú hitelezéssel, amely csapdából önök nem mentették ki a devizalapú adósok többségét. Ez is egy rablómese volt, ez is egy átverés. Rengeteg embert ott hagytak, sőt, az egyik volt kormánytagról derült ki, hogy a legaljasabb bűnözési formát alkalmazva, még nincs ítélet, tudom, ártatlanság vélelme, persze, hogy ne lehet éneket mondani, de elég egyértelmű bizonyítékok szólnak Völner Pál bűnössége mellett. Nem, hogy nem mentették a devizalapú hitelezés csapdájából a magyarokat, hanem a csapdában vergődve hagyták őket, és ki is fosztják. Az igazságügyi miniszter korábbi helyettese van benne nyakig, abban a végrehajtó Murphy ügyben. A magyar politika egyik legnagyobb szégyen az elmúlt 33 évben. Tehát a bűnözésnek van sokfajta formája, ez a leggusztustalanabbak egyike, mikor a legrászorultabbak, a legvédtelenebbek kifosztása történik meg, és milliárdos tételekben megy nem 83 millió, meg 900 millió fordult ott meg, tisztelt hölgyeim és uraim, hanem sok milliárd forint fordult meg, és nem minden bűnös van a vádlottak padján, és nem minden bűnös fog börtönbe kerülni sajnos. Úgyhogy a bankok miatt nem kell aggódni, és az, hogy 11 ezer milliárd forinttal segítették 2020-ban, 21-ben a vállalkozásokat, az nagyon szép. Csak ennek milyen az elosztása vagy az eloszlása? Ez döntő többségében NER lovagokhoz, vagy a NER hadsereg derékhadához vándorolt, akkor az elosztás az megint a messze nem követi az élni és élni hagyni politikáját. És ez a legnagyobb probléma, az egyik legnagyobb probléma, hogy önök az elmúlt 13 évben megteremtették azt, hogy egy szűk kör, a vállalkozásoknak is egy szűk köre, tejben, vajban, mézben fürdik, a többi meg vagy túléli, vagy nem. A többi vagy éhen pusztul, vagy nem. A 11 ezer milliárd forint éppen ezért nem tudta kifejteni azt a hatást, amit ilyen összegtől már joggal elvárhattunk volna. Az pedig egyébként, hogy jegybank elnök úr teljesen egyetért a Mi Hazánk mozgalommal, az örvendetes. Végre.
végre észrevette, meglátta ő is a fától az erdőt, egy döntően agrár beállítottságú, Isten adta mezőgazdasági adottságokkal rendelkező országnak az élelmiszer termelése, az élelmiszer feldolgozása kellene alapoznia a jövőjét, és nem a kínai hitelek függvényeként meghatározott akkumulátorgyárakra kellene alapozni, de mivel lejárt az időm, ezért azt mondja, hogy a következő normál felszólalás keretében folytatom. Köszönöm szépen a lehetőséget!